2001 óta, február 25-én emlékezünk meg a kommunista diktatúrák áldozatairól. Ebben az évben is meg fogunk róluk emlékezni. Azonban a járványügyi helyzet miatt ezt egy szokatlan módon online formában tesszük meg. Kolozsváron a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem kétnapos programsorozattal, konferenciával, előadásokkal emlékezik meg az áldozatokról, és ehhez kapcsolódóan Magyarország kolozsvári főkonzulátusa a YouTube csatornáján február 25-én 19 órától az Örök tél című Szász Attila filmet fogja vetíteni. Úgy gondoltuk, hogy a vetítés előtt hasznos lehet, hogyha a témának, a kommunizmus áldozatainak az emlékezetével foglalkozó történészeket, egyetemi oktatókat megkérünk arra, hogy beszélgessünk egy kicsit arról a kontextusról, amiről a film is szól, illetve arról az időszakról, ami a magyar és közép-kelet-európai történelemben vérzivatarosra sikerült, és aminek a talán időnként mondhatjuk azt, hogy az emlékezete még nem teljes egészében került a őt megillető helyre. Szeretettel köszöntöm Murádi János Kristóf urat, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanszékvezetőjét, és Benkő Levente urat, történészt, újságírót. A előttünk álló bő negyed órában őket kérdezném az alapokról, arról a kontextusról, ami ezt a korszakot meghatározza. Elsőként Murádi Jánoshoz fordulnék, és azt kérdezném, hogy arra kérném pontosabban, hogy tisztázza azokat a fogalmakat, amiket oly sokszor hallhatunk a közbeszédben, gulág, gupfi, málenki robot, hogy ezeket tisztázzuk, hogy mindenki számára világosak legyenek ezek a fogalmak. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. A kérdés ugye egy alapkérdés, hiszen arról van szó, hogy egy közfogalommá vált, egy burokba került fogalmat, mint a gulág, kell tulajdonképpen helyére tegyünk a gondolatainkban, az emlékeinkben, az emlékezetünkben, és a közösségi emlékezetben is. Ugyanis a gulág az tulajdonképpen egy gyűjtőfogalom, és csak egy részére vonatkozik azoknak a foglyoknak, azoknak az elhurcolt embereknek, akik ennek a lágerrendszernek a foglyaivá váltak. Az egész Szovjetunió tulajdonképpen egy hatalmas fogolytábor volt, egy óriási börtön volt, mint ahogy ez köztudott, és ezen belül több fogolytábor rendszer működött. Na most a gulág, amit ugye a köznyelv ismer, az tulajdonképpen a köztörvényes bűnözők, illetőleg az államellenes bűncselekménnyel elítéltek, tehát politikai foglyoknak volt a gyűjtőhelye. Na most a legtöbb ember azonosítja a gulág fogalmát, ami egy betűszó, ugye a Glavnoje Ukrajinje Lagerej kifejezésnek a betűszava, azonosítja az egész szovjet fogsággal. Pedig itt igazából nem voltak jelentős számban külföldi foglyok. Mondom, hogy jelentős számban ugyanis voltak, de hát jóval kevesebben, mint a másik nagy lágerrendszerben, amiről gyakorlatilag szó van, és amiről alig hallottunk, ugye a Gupviról, a Glavnoje Upravljevnije Intjernirovanni, tehát a tulajdonképpen elhurcoltak és internáltak lágerrendszere. Ez volt az, ami a Szovjetunióban lényegében a külföldi foglyok számára, legyenek azok civilek vagy katonák, tehát hadifoglyok, hagyományos értelmevet hadifoglyok, ugye a számukra fenntartott lágerrendszer. Na most ez nem különbözött gyakorlatilag a kettő egymástól, hiszen ugyanaz a szörnyű orosz fogság jellemezte mind a kettőt, ahol a munkaerő maximális kihasználása volt a fő cél. Tehát nem lehet azonosítani teljes mértékben mondjuk egy náci táborrendszerrel, hiszen ugye a nemzeti szocialista Németországnak a táborai ugye egyrészt, vagy egy jó részük gyakorlatilag halálgyár volt, és az effektíve a megsemmisítésre törekedett. A gulág és a gupvi nem erről szólt. Arról szólt, hogy persze nyilván a foglyoknak az életét nem kímélték, de a legfontosabb az volt, hogy a munkaerejüket maximálisan kihasználják. Na most, ha ebbe a fogoly belehalt, hát ilyen az élet. Tehát a Szovjetuniónak a cinizmusa, ugye a szovjet rendszer cinizmusa az végtelen volt.
És ezen kívül van a harmadik kérdés, ugye, vagy a harmadik kifejezés, amit említettél, hogy a Málenki robot, tehát a kicsi munka. Na most ez is egy nagyon érdekes kifejezés, ez egy magyarítás, hiszen az eredeti orosz kifejezés úgy hangzik, hogy Malenkaja Rabota, ami azt jelenti, hogy rövid időn át végzendő, nem túl megterhelő, röviden mondanánk kicsi munka. Na most ezt, ahogy ugye hallja a magyar ember, aki nem tud oroszul, és ahogy folyamatosan ezt emlegetik a foglyulejtő orosz tisztek, katonák, akik elhurcolják ugye például a civileket a különböző óvóhelyekről, utcáról, összeszedik őket, mint Malenkaja Rabota, Malenkaja Rabota, ezt mondják. És tulajdonképpen, amikor ugye elterjed a foglyok között az, hogy ez, aki ugye tudott oroszul, azt el tudtam mondani, hogy az azt jelenti, hogy kicsi munka, akkor ez, mint Malenki robot maradt meg, és az ember, mikor hazaérkezik a fasságból, a túlél, az elmondja azt, hogy hát ő lényegében kicsi munkám volt, és maga a gondolat, hogy adott esetben ez a kicsi munka 8-9 évet is igénybe vehetett az ember életéből, maga ugye ez a groteszk helyzet, hogy kicsi munka és ekkora áldozat, megőrizte a közösségi emlékezetben ezt a fogalmat. És ezért szoktunk Malenki robotot mondani, ami ma már annyira a közfogalommá vált, hogy gyakorlatilag használható is. Holott, ha orosz szemszögből nézzük, helytelen, ugye, mert nem így ejtik ki. Tehát erről szól gyakorlatilag ez a dolog. Említetted, hogy a közbeszédben összecsúszik tulajdonképpen a politikai foglyoknak, illetve a hadifogságba esőknek a története, és talán ezzel kellett volna kezdeni. Miért február 25-én emlékszünk meg a diktatúra áldozatairól? Február 25-e egy nagyon szomorú eseménynek az évfordulója. 1947-ben ezen a napon hurcolják el a szovjet hatóságok Kovács Bélát, aki a Független Kisgazdapárt főtitkára volt Magyarországon, és abban az időszakban a legnagyobb szavazótáborral rendelkező magyar pártnak volt ugye az egyik vezető egyénisége, aki ezután az elhurcoltatás után 8 évet ül a Szovjetunióban, gyakorlatilag ártatlanul, hiszen ő tényleg politikai fogoly, neki nem volt semmi köze, semmiféle szabotás akcióhoz, vagy bármihez, amivel elítélhették volna, egyszerűen más véleményen volt, mint a Magyarországon berendezkedni próbáló, vagy ekkor berendezkedését megkezdő tulajdonképpen kommunista egypártrendszer. És ez bőven elegendő volt arra, tehát a gondolati szembenállás, ugye, hogy ez 8 év fogságot jelentse. És ez csak egy nyitány volt, hiszen utána még számos magyar politikust, vezetőt hurcolnak el, és éppen ezért ugye ez egy jelenségnek a kezdeti pontja. És erre emlékezünk, gyakorlatilag a Magyar Országgyűlés, amikor 20 évvel ezelőtt meghozta ezt a döntést, akkor tulajdonképpen erre a momentumra, erre a pillanatra emlékezünk, ami a szabadságnak, az eltiprása, a véleménykülönbségeknek, a szabad véleménynyilvánításnak, a szabad gondolkodásnak az eltiprását jelképezi az a február 25, hogy egy embert azért, mert máshogy látja az ország jövőjét, vagy nem feltétlenül tartja megfelelőnek az egypárt rendszer, tulajdonképpen 8 évi nehéz kényszermunkára és börtönre hurcolják. Teljesen jogtalan és ítélet és minden egyéb nélkül. Tehát szerintem ez valóban egy jelképerejű momentum pillanat. Igen, említetted, hogy jelképerejű, Benkő Leventéhez fordulnék. Az a tapasztalatom, amikor erdélyi, romániai, vagy akármilyen közép-kelet-európai, vagy magyarországi történetekről hallunk, akkor a motívum az gyakorlatilag sajnos megegyezik. És talán itt Kolozsváron jó lenne, hogyha beszélnénk arról, hogy zajlottak Erdélyben a deportálások, milyen ütemben, milyen fogolytáborokat alakítottak ki, annak ellenére, vagy az amellett, hogy a folyamat teljesen hasonlít a magyarországi vagy más közép-kelet-európai történetekhez, amit ismerünk, ahhoz képest itt mi volt, ami más volt, vagy mi az, ami megegyezett, erről, hogyha néhány szót mondaná. Hát én is szeretettel köszöntöm a nézőket is, és az emlékezőket is. Igen, voltak különbözőségek a magyarországi Malenki robothoz képest Romániában, tudnélik, Romániában nem minden esetben, egyrészt nem minden esetben a szovjet hatóságok gyűjtötték össze az elhurcolandó embereket, és pont Kolozsváron fordult elő az, hogy NKVD
tisztek gyűjtötték össze a kolozsvári magyar civileket, 5000-ről tudunk legalábbis. Hogyha egy orosz katona, bocsánat, szovjet katona, vagy szovjet NKVD tiszt szedte össze az embereket, akkor nyilván ő is Malenka rabotát emlegetett, mint ahogy János mondta. De nagyon sok olyan eset van, illetve pontosítok, az esetek legnagyobb része nem erről szól, mert nem a szovjet hatóságok, katonai hatóságok gyűjtötték össze Észak, illetve Dél-Erdélyben az elhurcoltakat, hanem a román csendőrség. Na most a román csendőrség utasítást kapott a Bukarestből, a központból, a csendőrség főfelügyelőségétől első fázisban, tehát rögtön a Ceaușescu kormány hatalom átvételét követően, tehát 1944. augusztus 23-áról, Románia átállásáról beszélünk, átállást követően 2-3 napra rá már a Ceaușescu kormány kiadott egy körrendeletet a csendőrség főfelügyelőségén keresztül, mi szerint a hatóságok, az alantas szervek intézkedjenek, hogy tartóztassák fel és fegyverezzék le a Románia területén található német katonákat egyrészt, másrészt internálják a romániai német etnikai csoportnak a vezetőit, és harmadrészt tartóztassák le és internálják azokat a magyar előjárókat, itt elsősorban dél-erdélyekről volt szó, akikről feltételezhető, hogy valamiféle ellenállási csoportokat, gócokat szervezhetnek. Ez volt az első intézkedés. A második intézkedés az volt, amikor a 944. szeptember 12-én Moszkvában megkötött szovjet-román fegyverszüneti egyezménynek a második szakaszát, miszerint Románia vállalja, hogy a területén tartózkodó német és magyar állampolgárokat, tehát alattvalókat internálja. Ezt úgy értelmezte a belügyminisztérium, a korabeli román belügyminisztérium, hogy az internálás nem csak a Románia területén tartózkodó német és magyar állampolgárokra, azaz a második bécsi döntés után érkezőkre érvényes, hanem a tőzsgyökeres, őshonos, észak- és dél-erdélyi magyar és német ajkú lakosságra is. Tehát nagyon tág lett így a kör, ez volt a második indok vagy ok az elhurcolásokra, és végül a harmadik meg az volt, hogy 944. október végén a román nagyvezérkar arról adott ki körrendeletet, hogy a visszavonuló magyar hadseregből lemaradozó, hazakerülő, főleg székelyföldiekről van itt szó, egykori honvédek, akik már újra kezdték a civil életet és visszatértek otthonaikba, hadifoglyoknak tekintendők és internálandók. Na most a forgatókönyvbe beletartozott az is, hogy azt mondták az embereknek, hogy a korabeli hatóságok, hogy csomagoljanak fel 3-4 napi munkára. Tehát ez nagyon hajazott a szovjet Malenka rabotra, de olyan hazugságokkal is, ezt ki kell mondani, félrevezetéssel is törbecsalták az embereket, a magyar civileket, a magyar férfiakat, hogy igazolást kapnak a csendőrőrsöken, hogy szabadon mozoghassanak, hogy le kell jelentkezni, hogy vegyék őket nyilvántartásba, meg ehhez hasonlók. Tehát össze-vissza nem azt mondtam, hogy hazudoztak, de megtalálták a módját annak, hogy ezeket az embereket, teljesen jóhiszemű embereket összetereljék, és akkor elhurcolják őket különféle átmeneti lágerekbe, tudnék mondani sokat, mármint név szerint lágereket, de hát a legismertebbek ugye a Máramaros-szigeti volt, a Barcaföldvári Brassó mellett, a Fogsányi szovjet láger, tehát ez volt az útvonal, ahol szállították ki nem csak az romániai foglyokat, hanem a Magyarországról érkező foglyok is keresztül utaztak Románián, és így kerültek ki a Szovjetunióba. Igen, mondtad, hogy érthető módon elsősorban ezeknek a deportálásoknak vagy internálásoknak a célcsoportjai a magyar és német ajkú közösség volt, vagy magyar és német nemzetiségű közösség. És mi a helyzet a románokkal? Nagyon érdekes, köszönöm a kérdést, ez tényleg nagyon érdekes, mert idéztem a belügyminisztérium, tehát idéztem azt, hogy hogyan értelmezte a román belügyminisztérium a szovjet-román fegyverszüneti egyezménynek a második szakaszát, illetve idéztem azt is, hogy a román nagyvezérkar 44. október végén milyen parancsot ad ki. Na most ehhez valóban hozzá kell fűzni azt, hogy a korabeli belügyminisztérium értelmezésében megpróbálom majdnem szó szerint idézni, tekintve, hogy
hogy Észak-Erdély Románia átállását követően újra visszatér, vagy részben visszatért Romániához, lakói alanyi jogon ismét román állampolgároknak tekintendők. De ettől függetlenül folytatta az indoklás, ettől függetlenül a magyar nemzetiségűeket internálni kell. Kivételt képeznek az internálás alól azok az észak-erdélyi, tehát volt magyar állampolgárok, 40 és 44 közötti magyar állampolgárok, akik román nemzetiségűek, akik zsidó nemzetiségűek, akik vegyes házasságból származnak, és akkor eldönti a házastárs, hogy követi az internálandó férjét ez esetben, vagy nem követi. Tehát igen, kivételezés volt. Tehát a románok mindenféle tekintetben kivételt képeztek az internálás alól. Az egész más kérdés viszont, és ezt is hozzá kell tenni, hogy a nyugati hadműveletek, nyugat alatt értendő Nyugat-Románia, tehát a Királyhágon túli hadműveletekről beszélünk, Tisza környéki hadműveletek, stb., hogy ezeknek a 44 késő őszi hadműveleteknek a során bizony a szovjet katonák, a szovjet alakulatok román katonákat is ejtettek foglyul, válogatás nélkül szinte, mert számtalan forrást találtunk levéltárokban arra vonatkozóan, román levéltárokban arra vonatkozóan, hogy a Magyarország felől Cegléd, Debrecen, Szeged irányából, Aradon keresztül, Bihar keresztesen keresztül Romániába érkező hadifogoly szerelvények, amelyeknek a célállomása egyrészt Fogsán, másrészt a különféle szovjet lágerek voltak. Nos, ezekben a fogolytranszportokban nem csak magyarok és németek vannak, foglyul ejtett magyar és német katonák, hanem román katonák is. Furcsa ezt mondani, de ez valóban így volt, és akkor a román, részben a román hozzátartozók, részben pedig a román hatóságok, katonai és civil hatóságok, hát nem azt mondom, hogy bombázták levelekkel a román fegyverszüneti bizottságot 44 őszén, 45 elején, de azért számtalan olyan levelet és beadványt találtunk a levéltárokban, ahol szovjetek által foglyul ejtett román katonákat keresnek a hatóságok, illetve a hozzátartozók Fogsánban is ebben az esetben. Tehát erre is volt példa. Még azt is hozzáteszem, mert ide tartozik, hogy a Románia átállását megelőző időszakban, szovjetunióbeli időszakban a szovjetek által foglyul ejtett román katonákat nem engedték szabadon, rögtön azonnal. Tehát ha nem tévedek, 46 elején talán Mihály király, Románia akkori királya levelet intézett Sztálinhoz, amelyben kérte, hogy hát szövetségesek vagyunk, szövetségre léptünk, engedjék szabadon a Szovjetunió területén még fogva tartott majdnem 150 ezer román katonát. Tehát ilyen is volt. Köszönöm. Jánostól tőled azt kérdezném, hogy többnyire milyen munkákat végeztek ezekben, vagy végeztettek az emberekkel ezekben a táborokban? Igen, ez egy hatalmas kérdés, mert ugye a Szovjetunió az gyakorlatilag az újjáépítésre használta a foglyokat. És oda vitték olyan kellő számban a foglyokat, ahol erre szükség volt. Na most fakitermelés, infrastruktúra helyrehozása, például vasútépítés, vasúthálózat helyrehozásának munkálatai, hídépítés, városok építése, lakásépítés, tehát erről is vannak információink, bányamunka, ez volt a legborzasztóbb. Tehát gyakorlatilag ugye gondoljunk bele a sarkvidéken túli aranybányákra, például a távol-keleti Kolimán, ahol 86,4%-os halálozási arányal dolgozott az a láger. Tehát ott 3 hónapig élte meg egy fogoly átlagban. Tehát ha lekerültél a bányába, az gyakorlatilag egy 3 hónapon belül végrehajtandó halálos ítélettel felelt meg, hiszen gondoljunk bele a különbségekbe, klimatikus különbségekbe, hogy lent a bányában mondjuk egy olyan 15-20 fok, feljön az ember mínusz 40. Na most ezt 3 hónapig csinálod, és ennyi volt. Tehát nem bírja az emberi test. Tehát lényegében itt nagyon sok függött attól, hogy hol milyen munkaerőre volt szükség, és hogy hova került az adott fogoly. Ez járult hozzá ahhoz, hogy ő túlélte azt a tábort, vagy nem. Például ugyanilyen borzasztó lágerhelyszín volt a közeli, tehát nem kell messze menni mondjuk a távol-keleti lágerekhez, hanem a közeli az ukrajnai Donbass, tehát az ottani szénmedence, az ottani szénbányák is. Rengeteg bánya szerencsétlenség volt, mert nem nagyon adtak arra, hogy a munkaerőt kíméljék, és a körülményeket megfelelővé tegyék.
Csille ütötte el az embereket, berobbant a dinamit, beomlott a bányalagút, légrobbanások, tehát rengeteg ilyen áldozatról tudunk, akik ugye így haltak meg. De hát annak se volt jó dolga, aki fakivágásra, tehát fakitermelésre küldtek. Például a Kolozsváron a Levente által említett 5000 elhurcolt magyar civil férfit és fiút, azért mondom így, mert van köztük 14 éves is, és van 70 éves is, ugye? Tehát egy óriási korosztálybeli ingadozást látunk. A többségüket az Urál hegységbe küldték, ráadásul a sors furcsa fintoraként pontosan a magyar őshazába, tehát Baskíriába, a Baskír autonóm közigazgatási területre, bár tudjuk, hogy a Szovjetunióban az autonóm terület az mennyire volt autonóm, de ezt most hadd ne feszegessük. Ugye? Tehát oda küldték őket az urálbeli erdőségeknél fakivágásra. Na most vannak olyan visszaemlékezéseink, ahol mondták, hogy egyszerűen nem fogta a fát ugye a fejsze, mert meg volt az egész fagyva. És 3 köbméter fát ki kellett termelni minden egyes fogolynak, ez volt a norma, és hogyha ez megvolt, akkor megvolt a vacsora is, ha nem volt meg, nem volt vacsora. 3 vacsora elmaradt, ott jön a meszes gödör. Tehát lényegében ugye a fogságban végzett munka, annak az embertelensége, az gyakorlatilag nagyon sokban függött attól, hogy a fogoly egy milyen egészségi állapotban van, mennyi időt van lenne a bányában, vagy fakitermelésen, vagy bármilyen más munkában, és hogy hogyan viszonyul a helyi láger parancsnok a foglyokhoz. Mert ha az egy szadista állat volt, elnézést a kifejezésért, akkor a foglyok halála az gyakorlatilag egy napi jelenségé vált. Ha egy emberségesebb hozzáállású valaki volt, mert erre is van példa, akkor a foglyoknak is, nem mondom, hogy jobb lett az élete, de elviselhetőbb körülmények közé kerültek. Tudnánk még sokat beszélni a témáról, de nem szeretném csigázni a filmre várókoknak a kedély állapotát. Ugyanakkor még 2 nagyon rövid kérdésem lenne mind a kettőtökhöz, Leventéhez. Először is kérlek, hogy próbáljunk meg tartani az időkeretünket, hogy érzed, hallhattunk most ezekről a szörnyűségekről legalább egy bepillantás erejéig, de helyén kezeli a köztudat, az emlékezet, a kollektív emlékezetünk, egyéni emlékezetünk ezt az időszakot, vagy ennek az áldozatnak a mértékét, vagy pedig tapasztalhatunk ebbe némi méltatlan elmaradást? A válaszom az, hogy is-is. Tehát a magyar társadalomnak tekintélyes része igenis odafigyel és a helyén kezeli ezt a történetet. Viszont szintén egy tekintélyes része érzésem szerint felületesen és közömbösen viszonyul a történtekhez. Egy példát mondok, az nem lehet, hogy 2021-ben a magyar tankönyvekben nem szerepel ez a történet. Az nem lehet, hogy Romániában például egy betű sincs erről a történetről. És az sem lehet, ha már kimondottan gulágról beszélünk, ugye politikai tartalmú meghurcoltatásról, hogy az 56-os forradalom vérbefolytását követő megtorlásról Romániában a tankönyvben semmi nincs, a forradalomról is maximum egy fél oldal. Tehát a válaszom is, rengeteg az adósság. János a megmondhatója, meg sok több más magyarországi, kárpátaljai, délvidéki és romániai kollégánk, akik kutatjuk, próbáljuk feltárni ezt a történetet, interjúzással sajnos az a nemzedék már elment, de rengeteg interjú készült, nem csak általunk, hanem Boros Ernő Nagy Károlyban a teljes párciumot feltérképezte, végig interjúzta, és még nagyon sokan dolgoznak. Kéne egy olyan intézményes háttér ennek a kutatásnak, amelyik összetudná hangolni a kisebb-nagyobb csoportokat, az egyéni kezdeményezéseket, és akkor tudományos tényfeltáró igénnyel, intézményes keretek között megfelelő hátszéllel, megfelelő programokkal, finanszírozással, akkor fel lehetne tárni az egészet. Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy adósságot említett Levente, az adósságrendezésnek milyen módjai vannak, milyen terei vannak szellemi és fizikai értelemben is Erdélyben, ami erre az időszaknak az áldozataira, ahol emlékezhetünk, vagy amin keresztül emlékezhetünk. Ennek a kérdésnek gyakorlatilag közkincsé kell válnia. Tehát, ahogy Levente is mondta, el kell érjük azt a konszenzust a társadalomban,
hogy ezek a kérdések ne kérdőjeleződjenek, meg ezek a történések, ezek az események ne legyenek kondicionáltak. Gondoljunk arra, hogy hány és hány holokauszt tagadó van mind a mai napig a körünkben. Ugyanígy vannak, mondjam így, gulág vagy gupvi tagadók is. Na most óriási különbségek vannak az emberek között, és van, aki ugye családilag érintett, nagyon sokan, hiszen Erdélyből kb. 25 ezer civilt és kb. 20-25 ezer katonát ejtenek fog, erdélyi származású magyar katonát ejtenek fogjul a szovjetek, és akkor a romániai elhurcolások még erre rátevődnek, tehát ők máshogy látják. De a társadalomnak az a része, amelyik nincs ehhez, nincs családilag kötődése ehhez a dologhoz, annak egy része sajnos nem, egyszerűen nem fogadja el azt, hogy létezett ilyesmi. Na most, amit tehetünk, hogy megbecsüljük az emlékműveinket, és hál' Istennek egyre több van, Kolozsváron is, a Házsongárdi temetőben, Tordán, a központi magyar temetőben, a németek, a szászok, svábok elhurcolásának az emlékművei, Resicán, Temesváron és másutt, hogy ezekre vigyázunk, felügyelünk, évente megemlékezéseket tartunk, mi ezt többször is próbáltuk. Nagyenyed, Barcaföldvár, Lüget, Barcaföldvár mellett, Nagy Disznót, tehát több helyen vannak, Temesváron is van. Igen, ez így van, tehát gyakorlatilag az emlékművek azok megvannak, elkészültek, csak azokat meg kell tartani, és élettel meg kell tölteni, mert ha nem csak egy hideg kő. Tehát nekünk a feladatunk az, hogy erre rendszeresen emlékeztessünk. És a fiatalokat, elsősorban a fiatalokat próbáljuk meg ennek a történetnek az ismeretére buzdítani. Na most ezt lehet konferenciákkal, lehet tanulmányokkal, könyvekkel, de talán a legjobb a fiatalokat megfogó módszer a kép és a hang. És akkor ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy a főkonzulátus mellé állt ennek a gondolatnak, ennek a filmvetítésnek, és azt, hogy ezt a nagyszerű alkotás, Szász Attila Öröktél című filmjét levetíti, hiszen ez gyakorlatilag ad egy képet arról, hogy mit jelentett tulajdonképpen a szovjet fogság. És nem szeretném hosszúra húzni, csak ennyivel szeretném zárni ezt a kedves beszélgetést részemről, hogy ha megnézzük ezt a filmet, akkor ezt úgy kell megnézni, hogy itt nem egy ember történetéről van szó. Maga Szász Attila is ugye sokszor elmondta ezt a dolgot, hogy lényegében itt több Szovjetunióba hurcolt magyar asszony, vagy német származású, sváb származású asszony történetét tulajdonképpen összedolgozták egy történetbe, és akkor ezt, amikor Gera Marinát látjuk ebben az alkotásban, azzal a csodálatos ráérzéssel, ahogy ezt a szerepet eljátsza, abban tulajdonképpen egy közösség tragédiáját kell lássuk. És nem csak a sváb közösségét, hiszen gyakorlatilag ugyanabban a sorsban szenvedtek a magyar asszonyok, a magyar elhurcoltak, és természetesen ugye azok a román foglyok is, akik a szovjet lágerekbe kerültek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Murádi János Kristófnak és Benkő Leventének ezt a rövid, de gondolatébresztő beszélgetést, és bízom abban, hogy sikerült a beszélgetés által kontextualizálni a elkövetkező másfél-két órának a filmélményét.